A nyelmek miért veszekednek? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a februári összegzésem lesz. A legrövidebb hónap az évben, de ugye most volt a könyvkemping, úgyhogy lehet, hogy egy pár könyvet letoltam a hónapban. Összesen egyébként 10 kötetet fejeztem be, de a könyvkempinges teljesítésem az gyakorlatilag képregényekkel van meg, ami nyilvánvalóan sokkal gyorsabban kiolvas az ember, mint egy mondjuk ugyanolyan hosszúságú regényt. Ettől függetlenül vannak itt vaskos kötetek azért, szóval büszke vagyok magamra, meg nem tudom, hogy ez mikor történt, mikor így a hónapban egyébként 60 órát beletortam egy játékba is, mivel hogy mégis ennyi könyvet elolvastam, úgyhogy vágjunk is bele, nézzük meg, hogy milyen könyveket olvastam ki februárban. És nem sorrendbe fogok haladni, mert most be van rendezve a kupac méret szerint, úgyhogy így fogunk menni. Az első 2 könyv, az egy sorozat befejezés, mondjuk úgy, ami a Wings of Fire második felvonásának gyakorlatilag az utolsó 2 kötete, tehát amúgy a 9 és a 10. kötet a sorozatban, de a Jade Mountain Prophecy sorozatban, ami a Wings of Fire-ön belül a második sorozat, azon belül ez a 2 utolsó kötet, a Talons of Power és a Darkness of Dragons, és hát a Talons of Power-t az eredetileg könyvkempingre kezdtem el olvasni, a sárkányos pontozásba is fejeztem könyvkemping alatt, de mire ezt befejeztem, addigra már gyakorlatilag teljesítettem a céhemet, úgyhogy ez ilyen plusz egy kötet lett így végül. És hát úgy fejeződött be a Talons of Power, hogy azt mondtam, hogy na jó, toljuk le nagyon gyorsan még a Darkness of Dragons-t. Nem gondoltam, hogy ennyire gyorsan le fogom tolni, de ezt elkezdtem szombat este ilyen 50 oldalnál kezdtem el úgy igazán olvasni, és emiatt egyszer fönnmaradtam hajnali egyig, és utána maradék, nem tudom, 100 oldalt másnap befejeztem. És ez az első Wings of Fire kötet, amit elejétől végig könyvben olvastam, teljesen hangos könyvmentesen, mert egyszerűen most nagyon kellett, hogy befejezzem, és hát most annyira belemerültem a Wings of Fire-be, hogy hiába nincs meg több kötetben, hangos könyvben minden fönn van a scripten, úgyhogy haladok tovább, és várom, hogy kiadják a következő fölvonást, a Lost Continent Prophecy-s fölvonást is boxsetben, mert azonnal megveszem. De még van hozzá egy csomó kiegészítő kötet is, úgyhogy lehet, hogy már nézegettem a bookdepót meg, hogy hol a legolcsóbb, és így be akarok vásárolni minden Wings of Fire kötetet. Egyébként voltak problémáim ezzel a kötettel, így az elején nehezen vergődtem el, de utána mondom, úgy fejeződött be, hogy mondom, ha azonnal, most azonnal kell az utolsó rész. Egy dolog miatt vagyok szomorú, az pedig, ami kvázi szerelmi háromszög vége lett ebben a könyvben. Spoiler, de nem hiszem, hogy túl sok ember tart ennél a kötetnél, úgyhogy lehet, hogy ez így senkinek nem spoiler, mert nem is olvassák. Egyébként kéne, nagyon jók. Szóval nem tudom, Quibli-nek ez a... vagy Quibli-nek ez a... hogy jaj, Moon úgyis biztos Wintert fogja választani, mert én nem vagyok herceg, és nem tudom, ez baromi idegesítő volt benne. Főleg, hogy a végén 5 választotta Moon, és my baby Winter most szívfájdalmas és szomorú, és ez fájt. Egyébként ja, amúgy végig sírtam a végét. Amúgy jó könyv, csak végig sírtam. Annyira jók ezek a könyvek. Annyira jók ezek a könyvek, imádom. De szerintem legutóbb is, mikor befejeztem az első 5 kötetet, akkor is elmondtam, hogy hosszú időt óta a Wings of Fire egy olyan sorozat, ami ilyen sorozat másnaposságot hagyott bennem, és nem tudom kiverni a fejemből, és kell még. És még jó, hogy nagyon sok könyv van hozzá. Úgyhogy igen, csodálatosan. Imádom ezeket a könyveket. Oké, következő, Dobó Dorottyától a Zapumai varázsló legendája, ami a Zapumai kóbor villamos folytatása, amit már 2 éve olvastam talán. Ez egy recenziós példány a Napkút kiadótól, meg a szerzőtől, úgyhogy ezt innen is nagyon szépen köszönöm. Én szerettem a Zapumai kóbor villamos történetét is, azért is szerettem volna elolvasni ezt is, és ez pár hónappal az előző kötet eseményei után játszódik, és hát megint onnan indulunk ki, hogy eltűnik ez a kis varázs vagy nem varázs villamos, viszont ebben a kötetben jobban most nem is a villamos hajhászással vagy
a villamos becserkészése a történet középpontja, hanem újabb nyomozás indul nyilván, de hogy most inkább ilyen orvadászat, csempészet, ilyenek, elmegyünk egész Velencéig benne, és vannak benne olyan csavarok, amiket nem láttam jönni. Úgyhogy nagyon élveztem ezt a kötetet is, úgyhogy kicsiknek nagyok, egyaránt nagyon ajánlom a zapumai, ez a zapuma. Azt hiszem ez lett így a sorozat címe, mindkét részét, ugye előtt túrom. Mindkettő nagyon, nagyon, nagyon izgalmas is, meg izgalmas, érdekes. Tényleg. És ez, ebben a másodikban tényleg olyan fordulatok jöttek, amiket nem láttam. Nem láttam jönni, úgyhogy nagyon élveztem. És ebben új karaktereket is kapunk, akikkel az eredeti két főszereplőnk összedolgozik. Következő az könyvkemping közös könyv volt, ami Mohamed Bugár Szártól, nem, biztos nem jól mondom szegény nevét, az emberek legtitkosabb emlékezete. Erről viszont fogok csinálni egy barangolás Szenegálban részt is, vagy barangolás Afrikában Szenegál részt is, mert hogy ő egy szenegáli szerző, szenegáli francia szerző. Na, csak sikerül kinyögnem. De belinkelem ide a könyvkempinges kibeszélőt, maratoni hosszú, úgy készüljetek. Ez egy posztmodern kötet, de közben van benne egy bizonyos nyomozási szál, sok-sok irodalomfilozófia, de nagyon sok egyéb témát is érint, mint a bevándorlás, vagy a kisebbségi helyzet, vagy hát maga az írásról nagyon sok szó van benne, nagyon-nagyon sok mindenről szó van benne. És a kibeszélőben szerintem nem is érintettünk minden lehetséges témát. Ez egy olyan posztmodern kötet volt, amit végig tudtam olvasni, ellentétben az érettségi kötelezőkkel, amiket annyira nem. Próbálkozni lehetett, de hát én vesztettem. Úgyhogy ez eddig a legjobb posztmodern kötet, amit így valahol olvastam, szóval ez elmond azért már valamit a könyvről. Nagyon olvasmányos volt, ami jó pont, és én a... Ja, ez némileg ilyen családregény része is van. Nagyon sokféle ez a könyv. Nekem az a családregényes részek, rehajazó részek tetszettek a legjobban. Ott is voltak úgymond jó csavarok, vagy nem is tudom ezeket hogyan kéne leírni. De igen, majd készülök belőle egy külön videóval is. Ez pedig a Park könyvkiadótól kaptuk recenzióba, amit innen is nagyon szépen köszönök. Következő az igazából az utolsó könyv, amit befejeztem. Marissa Meyertől a Winter, és ez is egy recenziós kötet a könyv majd képzőtől, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm. Nagyon régóta szerettem volna befejezni a Holdbéli krónikákat, és végre megtörtént. Ezt eredetileg a könyvkempingre olvastam volna, de aztán végül más csináltam, úgyhogy ezt nem fejeztem be. De befejeztem most, tegnap, este. Még mindig imádom, meg volt végre a nagy befejezés. Nagy befejezés volt, ez itt 740 oldal. Úgyhogy hát nem hagyott pihengetni 740 oldalon keresztül Marissa Meyer. Nagyon-nagyon jó volt, és nagyon örülök, hogy nálam van a Stars Above, ami egy ilyen kiegészítő novellás kötet a sorozathoz, mert azt fogom következőnek olvasni, hogy még egy kicsit benne maradjak ebben a világban. A Holdbéli krónikákról meg amint befejeztem a novellás kötetet, akarok majd egy külön ilyen sorozat összefoglalót csinálni, mert ezer évvel ezelőtt volt egy olyan sorozatom, még mikor a csatorna indult, egy kedvenc sorozataim, és hát úgy gondoltam, hogy ez megérdemel egy videót, mert eléggé belehabarodtam. Tudjátok, hogy miért emelne meg egy külön videót? Megint a Wings of Fire is. Úgyhogy lehet, hogy ezt az őségi sorozatot azt újra folytatom. Más formátumban, máshogy, nem tudom. A régiek gázok, ne nézzétek meg. Igen, úgyhogy ezt a masszív kötetet is befejeztem még februárban. Izgi volt nagyon. És egy novellát kifejezetten várok, amiben egy esküvő van. Azt nagyon szeretném elolvasni. Oké, és a maradék könyvek, az konkrétan a könyvkempinges teljesítésem, ami végül lett. Úgyhogy igazából egy csomó könyvről, ami... Sőt, gyakorlatilag a zapumai kivételével az összes könyvről valamennyien szinten szót ejtettem februárban a könyvkempinges vlogokban, de itt most megint. Szóval az egyik könyv, amit befejeztem a könyvkempingre, az Ánya kísértete volt. Ez egy ilyen paranormális fantasy képregény.
mindegyik képregény lesz. Nagyon szerettem a stílusát, és ebből is volt egy olyan csavar, amit nem egészen láttam jönni, hogy így pontosan az lesz, az nagyon érdekes volt, nagyon izgi volt, és nagyon-nagyon tetszett. És ebben olyan témák kerültek elő, amikre így egyébként nem is számítottam. És hogyha valaki esetleg majd ilyen októberi időszakra, Halloween környékére keresne egy képregényt, akkor a Pumpkinheads mellé ezt még nagyon tudom ajánlani. Aztán impulzus vásárlásom, az idei első könyvvásárlásom, ami a Fangirl manga második része volt. Ugye imádom a Fangirlt, nem olyan rég olvastam a Fangirl manga első részét, nyilvánvalóan ezt is imádtam, imádom az egész sztorit, viszont újra kell olvasnom a Fangirlt, mert hogy meg vannak kopva az emlékeim azért a pontos cselekményről elejétől végéig. Nyilván ilyen fő pontokra emlékszem, de nem az egészre. De egyébként meg nagyon jó ezt a verziót is olvasni, és nem tudom, vajon mikor jön majd ki a harmadik, mert az, ha jól láttam, a harmadik kötet idén jelenik meg angolul, szóval nagyon remélem, hogy majd a Fumax hozza minél előbb magyarul is. Azért jók ezek a képregények, mert egy kicsit oda terelik az embereket a Fangirlhez. Én nagyon-nagyon szeretem a Fangirlt, és ezért nagyon örülök, hogy maga a történet így figyelmet kap most itthon újra. És nagyon remélem, hogy egyszer ki lesz adva újra magyarul. Vagy lehet, hogy már be is van jelent, vagy ki lesz adva újra magyarul, vagy az valami más könyv, amire emlékszek. Nem tudom, hátha, mert nyilván a regényben azért több minden van. De majd újraolvasom hamarosan, mert nem emlékszem. Nagyon régen olvastam, és nagyon kellene a kis lelkemnek, hogy újraolvassam. Aztán Lore Olympus második kötet, innentől már csak gyakorlatilag újraolvasások vannak. Ugye én a Lore Olympust előre olvastam Webtoonon még tavaly, sok-sok álmatlan éjszakán belement, de magyarul a kötetet még nem olvastam, de megvettem, és most elolvastam, még mindig csodálatos. Nekem a Lore Olympus kötetek azok ilyen materiálisan kellenek. Mármint nagyon szeretem, nyilván már olvastam, az a baj, hogy annyira szépek, hogy nekem nem sok mindenhez ragaszkodok, hogy meglegyen fizikálisan, de nagyon sok könyvhöz igen, és a Lore Olympus képregények sajnos ebben bele fognak tartozni. Mondjuk baromi sok lesz belőlük, az biztos, de nem baj, majd kap egy egész polcat a Lore Olympus. Okay. És az utolsó kettő kötet, az pedig a Cserkeszterek képregények első és második része, ami megjelent magyarul. Ez szintén olyan, hogy az elsőt már olvastam egyszer magyarul, a másodikat megvettem magyarul, de már olvastam angolul scripten előre, mert azt hiszem 10 kötetet olvastam összesen a Cserkeszterekből, és hát mivel ezt így magyarul még nem olvastam, ezért most elolvastam végre így is, de mivel az első két kötet szorosan kapcsolódik egymáshoz, ezért újraolvastam az elsőt is, mert hogy annyira nem rébettek már pontosan a dolgok, hogy mi történtek az elsőben, és ennélkül kicsit érthetetlen a második. Úgyhogy ezzel, igazából ezekkel indítottam a campinget, nem már a Lore Olympusszal, de igen. Úgyhogy ez gyakorlatilag újraolvasás volt, nagyon-nagyon szeretem a Cserkesztereket is egyébként, tehát hogyha ilyen, hát ugye ezek ilyen 10-12 éves korosztály körül járnak, és nagyon szép női barátságok vannak, női vagy lány cserkésztábor, és közben nagyon sok minden fura dolog történik ebben a cserkésztáborban, imádom a Cserkesztereket. De ezt már nem először mondom, mert ezen a csatornán. Ezek lettek volna akkor azok a könyvek, amiket befejeztem februárban, és most kivételesen nem volt egy sem, amit nem tudtam mutatni, mert egyelőre mindegyik megvan. Ilyen is már rég volt, hogy nem kellett bevágnom könyvborítót. Nos, kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!